Szeretettel köszöntöm a stúdióban András Falvi János atyát, a Magyar Szalézi Rend tartományfőnökét, és Jani Áron, szalézi szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenre. Különleges témánk van, Don Bosco lesz a mai témánk, az ő életszentsége. Kezdjük talán onnan, ugye, hogy pappá szentelése után határozta ő el igazán, persze már előtte is sejtette, de akkor határozta el igazán, hogy a szegény sorsú gyermekek megsegítésének szenteli az életét, és ő maga is nagyon szegény családban született. Igen, Don Bosco egy csodálatos ember, aki a fiatalok szolgálatára szentelt az életét, azok közül is a legelhagyatottabbakat legkülönlegesebb figyelemmel szerette volna kísérni és segíteni, és hát ebben mindig kapott segítséget. Mi annyira tiszteljük őt, hogy nagyon közel áll a mi szívünkhöz. Tehát például én ma 4:45-kor teljesen véletlenül tényleg felébredtem, és akkor halt meg a mai nap, tehát a 31-én 4:45-kor hunyta le a szemét, és égi születés napját ünnepeljük, azért hoztam ezt az órát. Igen, hogy egy kicsit így figyelmeztes, ez volt az az óra, amit megnéztem, és tényleg 4:45-öt mutatott. De ma reggel emiatt szentmisét is rendeztünk a fiatalok számára, hajnali loráti misét, azt hiszem, nem tudom, Áron testvérte. Hát reggel 6 órakor volt egy ilyen különleges Don Bosco orátinek is nevezhetjük, azért, hogy egy kicsit ezzel is emlékezzünk az ő égi születésnapjára. Sok minden egy álommal kezdődött az ő életében. 9 éves volt, amikor álmot látott. Ez az álom meghatározta igazából az egész küldetését, mert ahogyan említetted, bár később döntött el véglegesen a lelki vezetője és mások segítségével, meg a helyzetet, a torinói helyzetet felismerve, hogy tényleg velük szeretne foglalkozni, ezekkel a fiatalokkal, de már gyerekként, így 9 éves korában az álmot követően is foglalkozott egyébként a környékbeli gyerekekkel, mutatványokat tartott nekik, és így nem csak szórakoztatta őket, hanem emellett mindig az imádságra, illetve a szentbeszédeknek a tartalmát összefoglalva ezeket is megpróbálta átadni nekik. Tehát tényleg már akkor is kezdte ezt a fiatalok között lévő misszióját. És először az úgy van, tényleg úgy volt, hogy az utcán tanította a fiatalokat sétálva? Tehát nem is volt még egy konkrét helyük arra, hogy tanítsa őket? Hát igazából talán inkább úgy mondanám, de aztán János atya javítsi, hogy nem kifejezetten az utcán sétálva, hanem voltak időszakok, amikor különböző helyeken kapott lehetőséget, ahonnan mindig elküldték. És többször volt persze, hogy az utcán is találkozott velük, de általában volt egy ilyen fix helyük, csak aztán onnan mindig tovább küldték, mert vagy letaposták a növényeket, a gyepet, vagy hangosak voltak, vagy mindig volt valami probléma. Igen, a Don Bosco, ez a könyv nagyon kifejezi, hogy a fiúk apostolának lehet mondani, ahogyan ez a könyvnek a címével nagyon sokakat meg is érintett. És aztán van egy másik könyv, amit ugyanez az író, ez a Lukács István atya, aki ugyancsak szalézi volt, és nagyon szépen irodalmi stílusban érdekesen írta meg ezt a könyvet. A másik könyvének a címe a Csavargók barátja. És akkor volt olyan gyerek, aki látta egy harmadik ilyen hasonló könyvnek a címét, hogy a Csibészek barátja. Hát ez nagyon tetszett a gyerekeknek, hogy hát a csibészek. Hát hogy, és hogy Don Bosco tényleg egy ilyen csibészséggel és vidámsággal teljes szent. És ez nagyon-nagyon tetszik, hát nekünk is, mi is azért lettünk szaléziak, és a fiataloknak. És ugye ezért például akár képregénybe is megjelenítették, már több mint 40 éve megvan a képregény, magyarul csak most jelent meg egészen frissen, de ugye már Franciaországban, nem tudom, mindenfelé a világon olaszul meg volt már. Úgyhogy Don Bosco tanította tulajdonképpen a vidámságot, hogy a vidámság által lehet valójában szenté lenni, illetve boldoggá és szenté, és ez a kettő nálam, mind a kettő nagyon fontos összefüggésben van, mert sokszor azt hiszik az emberek, hogy ha valaki szent, akkor nem boldog, vagy ha boldog, akkor nem szent, de mind a kettő összefügghet, és ennek egy ilyen érdekes képletét adta, itt van matek tanára, Áron testvér, egy ilyen képlet látható ezen. Életszentség egyenlő A plusz B minusz C. Igazából Don Boscónak ez a mondása volt, hogy egy kicsit így is közelebb hozza a fiatalokhoz az életszentséget.
A, mint allegria, olaszul, B, mint bontá, jóság, C pedig a cattiveria, az pedig a rosszaság, tehát allegria, vidámság, plusz jóság, mínusz rosszaság, az az életszentségnek ilyen egyszerű domboszkói képlete. De az álmában egyébként egy picit visszakanyarodjunk hozzá, ott az elég konkrét üzenetet kapott, azt álmodta, hogy próbálja fegyelmezni a gyerekeket, mondjuk nem tudom én, fizikai síkon, és aztán megkapta azt az üzenetet, hogy de nem így kell a gyerekekhez közeledni, hanem pontosan azzal a megelőző neveléssel vagy szeretettel, ami egyébként a sajátja lett a szalézi rendnek. Így van, ezt igazából az álomban ő még nem értette meg, sőt, igazából a családjából többen is próbálták értelmezni, egyik azt mondta, hogy majd rablóvezér leszel, vagy másik azt mondta, hogy nem kell foglalkozni az álmokkal, csak az édesanyja mondta azt, hogy hát ki tudja, talán pap leszel, mert hogy azért egy 9 éves gyerek nyilván nem fogta föl azt, hogy mi az, hogy nem veréssel, hanem szelídséggel kell a barátságukat megnyerni, de végül is tényleg élete során folyamatosan visszagondolt erre az álomra, és aztán ez egy ilyen útmutatója is lett ebben. És ahogyan említetted, ugye a megelőző módszer az, ami tényleg a sajátja. Én egyébként, ugye, ahogy már említettem, matek tanár vagyok, és a pedagógiai tanulmányokban is említik egyébként Domboszkót, úgyhogy azért ez egy kicsit büszkeségre adok nekünk is, hogy a megelőző módszer igazából ez egy ilyen neveléstudományi módszer, annak ellenére, hogy maga Domboszkó csak a pápa kifejezett kérésére írt erről egy néhány oldalt. Igen, 9. Pius pápa volt az ő, hogy mondjam, pártfogója, és nagyon-nagyon kedvelték egymást. Ugye ő nagyon sokat segített például abban is, hogy rendé legyen a szalézi rend, tehát hogy meg tudja alapítani. Így van, és tulajdonképpen ugye a megelőző módszernek is így a pártfogójává lett. Itt amíg be is mutatnám ezt a könyv címét, ami most jelent meg tulajdonképpen a megelőző módszerről. Ez egy egyetemi tankönyv tulajdonképpen a Szalézi Egyetemen Rómában, és tényleg ez a módszer... Megelőzni, nem megtorolni. Így van, ez az alcíme fejezi ki nagyon röviden, hogy ő nem azt szerette volna, hogy büntessenek, hanem még mielőtt valami rosszat elkövetne a gyerek, már megelőzzék azt, jól lekössék őt, állandóan ott legyenek mellette a jelenlét pedagógiája, és ugye ez a megelőző módszer annyira fontos volt, hogy utána már a 20. században rádöbbent egy Mário Casotti nevű professzor a Milánói Egyetemen, ahol tulajdonképpen azt mondta, hogy a torinói nevelő egy olyan módszert vezetett be a nevelésben, amit mindenfelé alkalmazni kellene, és a katolikus szintére nem kell semmi újat feltalálni, hogy ez a modern módszer az, amit mindenfelé alkalmazni kellene. És nagyon érdekes, hogy Domboszkó ezzel megelőzte tulajdonképpen a korát. Nála az, hogy fenyítés, meg testi fenyítés, meg ilyen dolgok, ami abban a korban természetes volt, ma meg már ugye természetesen ugye elvetjük ezt, ő eleve ezt szerette volna, hogy ne legyen ilyen. És hát bocsásson meg az atya, csak annyira fontos ez a mondat, ő tőle idézek, hogy úgy kell a gyerekeket szeretni, hogy ők is érezzék. Igen, igen. Igen, mert hogy sok szülő tudja azt mondani, hogy ő nagyon szereti a gyerekét, és nagyon, tehát nyilván, és mindent megtesz, és minden nevelési módszere azért van, hogy a gyereke kiteljesedjen. De ebből a gyerek sokszor nem érez semmit, sőt, teljesen mást érez. Hát hogy lehet őket jó irányba terelni, nevelni, terelgetni, hogy közben azt is érezzék, hogy ez szeretettel történik? Hát én azt gondolom, itt az a vidámság, és az, hogy azt szeretni, amit a gyerek szeret, az is benne van Domboszkónak a gondolataiban. Ugye ezt a szalézi ifjúsági mozgalomnak a vezetője, ugye Áron testvér, ezt egészen közelről tapasztalja folyamatosan a fiatalok között. Így van. Egyébként az örök fogadalmas keresztünknek a hátán is az a mondat van olaszul, hogy studia di farti amare, vagyis tanuld meg megszeretetni magad. Ez nem egy öncélú megszeretetés természetesen, tehát nem azért, hogy engem szeressenek, hanem azáltal, hogy engem megszeretnek utána, vagy hát a nevelőt úgymond megszeretik, azáltal megszeretik azt is, ami a nevelőnek fontos. Tehát amíg, ahogy a János atya is említette, ha nem vagyunk köztük, hogyha nem szeretjük mi elsőként azt, amire felé ők érdeklődnek, filmek, vagy sport, vagy bármi, akkor nem fognak ők minket megszeretni, hogy azt is szeressék, ami nekünk fontos, ugye a hit, a tanulás, stb. Tehát igazából ez is így a része a megelőző módszernek.
A szalézi rend védőszentje Szalézi Szent Ferenc. Miért őt választotta Don Bosco? Hát megragadom akkor az alkalmat, hogyha már ide tévedtünk, ugye, hogy Szalézi Szent Ferencnek a képét azért megmutatnám. Ugye őróla nevezte el Don Bosco rendjét, és ugye pont nekünk egyébként nagyon-nagyon fontos azért, mert ezt a lelkiséget, a szalézi lelkiséget képviseli. És ugye az előbb volt az életszentségről szó, az életszentség az igazában a Szalézi Szent Ferencnek a munkássága révén került közel az emberekhez ez a gondolat, mert írt egy Filotea című könyvet, ugye 1608-ban jelent meg, és attól fogva ugye abban kifejti, hogy nem csak a szerzetesek, vagy az elvonult emberek, vagy papok, Istennek szentelt emberek, a pálcák lehetnek szentek, hanem mindenki a világban is a főzőkanál mellett, a munkahelyén, vagy bárhol. És ezt a lelkiséget Don Bosco nagyon szerette volna megvalósítani, már kispapként elhatározta azt, hogy a szeretete és az ő kedvessége, szelítsége vezessen engem minden tettemben, minden pillanatban. És akkor így tulajdonképpen egy lelki család jött létre. Szalézi Szent Ferenc úgymond a lelki nagypapa, úgymond 1622-400 éve égi születésnapját ünnepeljük, 400 éve halt meg. És akkor ugye a lelki atya, akkor ő Don Bosco, ugye, akit ma ünneplünk, és akkor van a lelki gyermek, úgymond, vagy hát szóval unoka, akkor úgymond, az pedig ugye Don Bosco-nak a Szávio Szent Domonkos nevű növendéke. Igen, ő az elsők között volt, ugye? Akiket felkarolt. Viszonylag korán, nem a legelső, de tényleg viszonylag korán. Ő nekünk azért is fontos, mert talán úgy is mondhatjuk, hogy a Don Bosco nevelésének nem csak a gyümölcse, hanem egyfajta bizonyítéka, ha már matematika, tehát bizonyítéka annak, hogy ez a nevelés ez tényleg az életszentségre vezethet. Ahogyan nálunk szaléziaknál van egy ilyen fiatal, egyébként a szalézi nővérek, Don Bosco nővéreknél is van egy Boldog Laura Vikunya nevű fiatal lány, aki korán szent lett, boldog lett, és hát nekünk pont ezért fontos, ugye, aki a minisztránsok egyik védőszentje, Szávio Szent Domonkos. Igen, és hát az előbb még előjött az, hogy a szalézi ifjúsági mozgalom, hát annak is a védőszentje tulajdonképpen Szávio Szent Domonkos, ami a fiatalok számára egy igazi példakép az ő élete. És hát talán Mazzarello Szent Máriát kéne még említenünk, mert ő meg a Don Bosco nővéreket együtt alapította Don Boscoval. Úgyhogy hát ez egy nagy kiterjedt lelki család tulajdonképpen. Van már 32 tagja, de hát inkább azokat nem sorolnák föl, csak azokat a leglényegesebbeket említenénk az imént, akik előjöttek. Boscó Szent János nyomán utána hogyan terjedt a szalézi rend? Don Bosco igazából ugye Torinóban kezdte el a munkásságát, Torinóban is egy oratóriummal, ez az oratórium igazából egy olyan mű, ami hát nem egyszerűen szabadidős tevékenységekről szól, de nyilván ez is nagyon lényeges eleme, de helyet kapott az imádság, a tanulás, és nyilván a fontos, hogy a közös együttlét is, és ezt az oratóriumot alapította meg utána Torinóban több helyen, és aztán szép lassan Torinón kívül is Olaszországban. Aztán később az évek során, még Don Bosco életében már Franciaországban, Spanyolországban is hívták a szalésziakat, és hát sok más helyre is. A különlegesség, hogy már 1875-ben, tehát a szalézi rend alapítása után nem olyan sokkal, már Argentinában mentek az első szalézi misszionáriusok, tehát alig, hogy itt Európában, Olaszországban így életre kapott, de már is a missziókon gondolkodott, és hát így talán mondhatjuk, hogy szinte robbanásszerűen, aztán Don Bosco után első utód Rua Mihály volt az, aki alatt aztán még inkább ez a mű elterjedt, és aztán így került Magyarországra is, Rua Mihály utáni rendfőnök alatt még 1913-ban. Konkrét oktatási intézmények, iskolák is vannak a szalézi rend neve alatt? Hogyne, nekünk az egész világon több ezer intézményünk van szó szerint mindenféle életkorú fiatal számára, egészen tényleg az óvodától kezdve az egyetemi
kollégiumokon keresztül mindenféle intézménytípus, de leginkább talán amit Homlok térbe helyezünk, vagy nagyon fontosnak tartunk mindenképpen, amit más rendszerekben nem annyira emelnek ki feltétlenül, a szakképzés. Tehát, hogy kétkezi munkát, vagy pedig olyan szakképesítést is szerezzenek a fiatalok, illetve azok a fiatalok, akik ebbe a vonalban érdekeltek, azokat meg tudjuk szólítani. Az ő esetükben nagyon sokszor hátrányos helyzetük környezetből is származnak. Például Kazincbarcikán ezért van olyan roma és halmozott a hátrányos helyzetű fiatalok számára iskolánk, amit most már lassan 30 éve működtetünk Magyarországon, és azóta egy egész komplexum épült köré, hogy minél jobban hálózatosan segíteni tudjuk őket. Igen, és pont Magyarországra akartam kitérni, hogy a rend Magyarország jelenléte hogyan alakult, és ott nem tudom, hogy az 50-es években a szerzetes rendek feloszlatása környékén, gondolom, megcsapant a magyarországi jelenlét is. Így van, hát János atya talán többet tud róla, de valamennyit azért én is, hogy ugye 1913-ban települtek meg itt Magyarországon, nagy szegénységben kezdték a munkát Péliföld-Szentkereszten, ami Esztergom közelében van, majd onnan szép lassan terjedtek, illetve nem is lassan, elég gyorsan terjedt a szalézi mű, és hát még itt az 50-es évek előtt már több mint 200 tagja volt a szalézi rendnek, innen is mentek sokan misszióba egyébként, tehát más országokba, még nem ugye aztán jött az 50-es évek, amikor ugye a szalézi rend sem működhetett nyilvánosan. Nyilván egyes rendtársak azért tudtak így működni, hogy néhol plébánosként, de voltak olyanok is, papok is, de szalézi testvérek is, aztán akik gyári munkára kényszerültek, tehát ilyennekkel kellett foglalkozniuk, voltak, akik külföldre is mentek, és így a rendszerváltás után nagy nehézségek árán, de fiatalos lendülettel, János atya akkor lépett be a rendbe, kezdték újra a munkát. Ez egy nagyon izgalmas időszak lehetett, ahogy elmesélik, én gyerekként egy kicsit beleláttam, hogy ugye voltak az idősatyák, akik visszatértek úgymond a rendbe, és voltak a fiatal új rendtársak, akik pedig tényleg a fiatalos lendülettel vitték előre a dolgot. Hát ma azt mondhatjuk, hogy 5 rendházunk van Magyarországon, ugye Szombathely, Budapesten belül Óbuda, illetve Újpest, valamint Péliföld-Szentkereszt, illetve Kazincbarcika, de intézményünk az meg igen sok van, mert minden helyen van oratórium, amit már említettünk is, ilyen szabadidős tevékenysége, több helyen van plébániánk, vannak iskoláink, ahogy említette János, hogy nálunk itt Magyarországon is óvodától az egyetemi kollégiumig, szakképzésen át, tehát nagyon sokféle intézmény. De ami nagyon fontos az oktatás mellett, hogy mi sokkal inkább nevelők vagyunk, és nem az oktatás a fő lényeg, tehát nem az a fő célunk, hogy itt milyen egyetemre kerüljön be, hanem mindenki a maga megfelelő ritmusában és a maga teljességében tudjon kibontakozni és fejlődni. János atya, de biztos Áron testvér is találkozott olyan nehéz helyzetekkel, vagy gyerekek kapcsán olyan nehéz esettel, akit nehéz volt megnyitni, akihez nehéz volt megtalálni a kulcsot, vagy a hozzávezető utakat, és sokszor kell gondolom résen lenni ahhoz, hogy valakit ne veszítsünk el, vagy ne menjen rossz útra, ne tévedjen rossz útra. Ezekről a nehéz helyzetekről, a kirívó esetekről tudunk egy picit beszélni? Mert hát a szépségéről is nyilván lehet, de hát vannak nehézségek. Igen, hát azt gondolom, hogy a legfontosabb ilyen téren, amikor ott vagyunk a gyerekek között, megtapasztaljuk, hogy például láttunk olyat, hogy a kisrác, akinek tényleg nagyon rossz a háttere otthon, csúnyán beszélnek, néha verekednek, esetleg igazában nincsen nagy tanulás otthon, és akkor ugye látjuk azt, hogy amikor bekerül hozzánk egy intézménybe, például van például tanodánk is, ahol bejönnek a gyerekek, és nagyon jól érzik magukat, és egy idő után már nem beszélnek csúnyán, volt, hogy tényleg egy-két év után látjuk a hatalmas fejlődést, és hogy nem beszél csúnyán, hanem szeretettel, tisztelettel köszön, akkor úgy viselkedik a másikkal, hogy lehet normálisan játszani, sőt, van, aki a legjobb egyik eredmény, hogy például egy órán keresztül tanulta a leckét egyedül, hát ez döbbenetes volt látni, anélkül, hogy ezt bármiféle kényszer
lett volna mögötte, és valahogy ez kialakul, de azáltal, hogy a szeretetnek a légkörében, a megelőző módszernek a légkörében kapják meg ezt a lelki töltetet. Ugye igazából van ehhez egy ilyen plakátunk is. Igen, most mindenhez van szemléltető. Ez köszönöm hát, atyának és három testvérnek. Hát valahogy itt van, véletlenül ez a... Elhoztuk persze. Na. És ez a plakát, például ezt hirdeti, ugye Szalai Szent Ferencnek a mondatát, ugye az ő 400 éves évfordulója alkalmából, hogy tegyetek mindent szeretetből, semmit sem kényszerből, hogy ez a szeretetteljes és a szabadság légkörében megvalósuló nevelés az az, ami tulajdonképpen eléri azoknál a gyerekeknél, akik hát nem feltétlenül ilyen környezetben élnek, hogy közel kerülnek a közösséghez, az egyházhoz, az Istenhez, és egy ilyen családias lelkület alakul ki, ahogy ez az a szív is itten szemlélteti. Talán még annyit hozzátennék, hogy nyilván sosem csak sikertörténet van, ez természetes, de az biztos, hogy nagyon-nagyon sok viszont az olyan helyzet, amikor gyerekek valóban nem egy csapásra megváltoznak, de ahogy Domboszko mondta, minden fiatalban megvan egy pont a jóra, meg kell találni azt a pontot, amivel őt meg lehet fogni. Valakinek ez az, hogy megbízunk benne, hogy figyelj, gyere, most rád van szükségem, gyere segíteni, vagy tudom, hogy te képes vagy rá. Bármilyen jellegű biztatás, vagy a bizalom kifejezése lehet, hogy kizökkenti őt abból, hogy egyébként otthon, ahogy János atya mondta, milyen környezetben van, és hogyha megragadjuk, akkor tényleg teljes szívvel utána mellettünk van, vagy teljes szívvel szívesen vesz részt minden programban, és ez mindennek a környezetnek, ahogy János atya is mondta, az eredménye, és egyébként ugye nem egyedül vagyunk szaléziak, hanem nagyon sokan együtt teszünk a fiatalokért, sok nevelővel együtt. És remélem, hogy még nagyon-nagyon sokáig. János atya és Áron testvér, köszönöm, hogy itt voltak. És hát a szűzanyát még megmutatjuk a nézőknek, ő is itt volt velünk. Így van, Domboszko azt mondta, hogy ő nélküle egy lépés sem tett, úgyhogy őt nem hagyhatjuk ki, méghozzá a segítő Szűz Máriát, ami egy különleges ábrázolása, hát itt mondjuk így hiányzik a teljes ábrázolásból itt a kis Jézus fejéről a korona, de a többi azért az úgy helyén van, hogy itt van a kezében a jogar, és a szűzanyán is van a korona, és hogy ugyanakkor egy dinamikus segítő Szűz Mária, tehát aki imádkozik is, de segít, és a mennyből pártfogolja az övéit, és ugye Domboszko ezáltal tudta a fiatalokat közelebb vezetni az Istenhez, és hát ezt talán fontos, hogy kiemeljük. Köszönöm szépen a beszélgetést. És köszönjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.